Dolgoznak a gépek a Baross utca egyik zugában. Szennyvíz gerincvezeték kiépítése zajlik, melyre már nagyon régóta várnak az itt lakók. Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, az ő körzetében korábban a Maros utca egyik zugában már megtörtént a szennyvíz gerincvezeték kiépítése. Pár napja pedig most itt, a Baross utcában is elkezdődhettek a munkálatok, mely 6 ingatlant érintett. A lakók igénybe vették az önkormányzat által biztosított kedvezményt. A lakosságot segíti az önkormányzat, hiszen 250 ezer forint befizetésével a szennyvíz gerincvezeték megépítése, tervezése, kivitelezése és a kerítésig, vagy esetleg azon belül való továbbvitele benne van ebbe az összegbe, amit az önkormányzat jelentős összeggel kiegészít. Képviselő úr hozzátette, környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos egy ilyen beruházás. Az önkormányzat pedig igyekszik segíteni azokon az embereken, ahol még esetleg elavult a szennyvízkezelési rendszer. Erre ez a beruházás egy jó példa. Azért is nagyon fontos volt, hogy végre megvalósuljon ez a beruházás, mivel elég régen befizették már a lakók úgy a előző helyszínen a Maros utcának a zugában, mint itt a Baross utca zugában, és eléggé türelmetlenek voltak már az emberek, de mindig mondtunk, hogy természetesen megvan rá a támogatás, megvan rá a pénz, egyszerűen csak a kivitelezésre kellett várni, de most már az is folyamatban van, jók a visszajelzések, természetesen nagyon várták a lakók. A beruházás jó ütemben halad, hamarosan el is készülhet. Képviselő úr hozzátette, a körzetben további problémák is felmerültek, melyre ő és az önkormányzat is igyekszik megoldást találni. Az önkormányzat és a képviselők, így én is, mindig figyeljük a körzetnek a problémáit, úgy a utak állapotát, a járdák állapotát, az árkokat, mint a mostani szennyvízberuházás, stb. Fűnyírás szempontjából is ugye kapjuk a jelzéseket. Azt szeretném elmondani, hogy a kátyúzása az utaknak az is meg fog történni a legveszélyesebb helyeken, legbalesetveszélyesebb helyeken, illetve amit az előző riportban is már ígértem, a járdáknak a felújítása, az már város szerte több körzetben meg is indult, és jó minőségben természetesen el is fogják végezni. A munka tehát nem állhat meg. Tervek, célok, megvalósítandó feladatok mindig voltak, vannak és lesznek a közeljövőben is.